tényleg jó ötletnek tartom az elnevezést. Szent László mozgalomként indítjuk útjára ezt a szerveződést. És jó hírként azt is elmondhatom, hogy jó néhány civil szervezet már felvette velünk a kapcsolatot, valamint mi is keressük ezekkel a civil szervezetekkel a későbbiekben az együttműködést. És ha megengeditek nekem, el is mondanék néhány ilyen szervezetet, akikkel már az egyeztetések folynak, már tárgyalásokba bocsátkoztunk. Ez a Nemzeti Civil Kontroll, amiben hozzáteszem, nagyon sok volt jobbikos található. Az Egységes Magyarország Mozgalom, a Rongyosok Kulturális és Művelődési Egyesülete, a Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, valamint az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom. Szóval jelenleg már 5 olyan szervezet van, akikkel bizonyos fokon, de már a kapcsolatfelvétel megtörtént. És tényleg még egyszer hangsúlyoznám, hogy abszolút pártpolitikától mentesen akarjuk ezt tovább vinni a nemzet érdekében, és tényleg civil.